bensőséges hangulatú rendezvénnyel köszöntötte a Kossuth Lajos Általános Iskola az intézmény zenei tagozatának 50. születésnapját. Az 1972-73-as tanévben jött az áttörés, amelynek emlékére Jöjjetek énekelni címmel örömeneklésre invitálták az egykori és jelenlegi tanárokat és diákokat, hogy együtt tegyenek hitet a fél évszázados csoda előtt. Az ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az idejében két jubileumot is ünnepel az intézmény, hiszen 70 évvel ezelőtt alapították magát a Kossuth Lajos Általános Iskolát, és 50 évvel ezelőtt pedig elindult a zenei nevelés. Én azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk ennek az intézménynek, és 50 évvel ezelőtt azoknak a vezetőknek és pedagógusoknak, akik elhatározták, hogy egy kicsit többet adnak az idejáró gyermekeknek azzal, hogy a zenei nevelést előtérbe helyezték. Strasserné Farkas Márta az iskola igazgatója megerősítette, büszke arra, hogy az intézmény számára alapvetés volt a színvonalas zeneoktatás, amelynek eredményeként számtalan tehetség bontogathatta szárnyait. Fantasztikus ünnepre készülünk, és innen a kamerák elől is üdvözlöm az egész kossuthos nagy családot, azt a nagy családot, ahol felemelő érzés összetartozni, azt a nagy családot, ahol örömmel tekintünk vissza a kezdetekre, és büszke szívvel emlékezünk, és azt a nagy családot, ahol most együtt, itt, nagy boldogságban tudjuk a jelen szépségét is megünnepelni. Muhai Judit tanárnő, a zenepedagógus legenda sokat tett azért, hogy valamennyi tanítványa meghatottan emlékezzék, hiszen az ő életüket is bearanyozta elkötelezett munkájával. Nagy örömmel, kis bánattal is, mert azt hallottam, hogy az idén már nem indul emet szintű énekzeneoktatás a Kossuth iskolában, de majd visszacsalogatjuk, és ezért is vállaltam el, hogy az én régi tanítványaimnak a lelkesedéséből merítkezve saját magam is majd fellelkesülök, és akkor egy nagyon szép estnek lehetünk majd tanulni. A múltat megidéző, a jelent és a jövőt megbecsülő találkozó megerősítést, valódi öröméneklést hozott. Mosolygós arcok dalokkal idézték meg a múltat, és újra hitet tettek arról, hogy a zene mindenkié.